velem még milyen vidáman focisztál hajdanál. A gyermekkori pajtásaiddal az iskola udvarán, és büszkén mondtad mindenkinek, ha egyszer felnövök, én bajnok leszek a bajnokok között. És hallottam, hogy katonaként is megálltad a helyed, és kitüntetéssel szolgáltad a nemzeti őrsereget, és azt mondták, hogy te olyan vagy, hogy nem adott fel soha, és te vagy a század legjobb harcosa. Hát mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. És emlékszem, hogy panaszkodott rád a szomszédlán, hogy nagyon durván udvarolsz, de te nem hallgattál rám. És azt mondtad, hogy tisztességgel nem mész semmire, az életben csak az erősnek van helye. Mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. A szomszédasszony is állítja, hogy nem ismer már rá, és depressziós miattad az a drága jó anyád. Az újságok a címlapokra nyomják a fényképedet, ugye nem igaz, mint amit róla terjesztenek. Hát mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. Mi lett belőled, nézz a tükörbe, hát ha még sikerül, mert nem lesz annak jó vége, ki a korpa közé kerül. Érj eszedre, józanodj ki, amíg még lehet, és mentsed meg az örök tűztől.